Két fontos mérkőzés is vár a héten a női kézilabda válogatottra. A nemzeti csapat előbb csütörtökön Portugáliával csap össze Lojléban, majd vasárnap Szlovákiát fogadja Győrben. A cél mindkét mérkőzésen a győzelem, ezzel pedig bebiztosítani a csoport elsőséget az EB-selejtezőn. A szövetségi kapitány szerint a csapat jó formában van. Bármennyire nagyon közel voltak a mérkőzések, és mindenki a bajnokságba jött. Gondoltunk, hogy sokkal fáradtabbak, de adatok azt mutatják, hogy persze, hogy van a fáradtság, de ennyire nem vészes. És pont azért, hogy szerencsére, hogy ennyit napot kaptunk, az első két napot próbáltuk elemezni saját magukat, meg ezt a formát, hogy kiegyenlíten, hogy mindenki egy szinten legyen. Véleményem szerint sikerült is. A lányok már a húsvéti hosszú hétvégét is munkával töltötték, így volt idő a felkészülésre. Szeretnénk mind a két meccset behúzni, amit tudtunk, mindenki videóztunk a portugálokról és szlovákokról. Még a támadásban úgy érzem, hogy még kell még egy kicsit csiszolnunk, de két mérkőzésre szerintem már tökéletes lesz. A 2022-es Észak-Macedón-Montenegrói szlovén közös rendezésű Európa-bajnokságra a csoport első két helyezettje jut majd ki.